Elindult az idei pécsi adventi kézműves és mesevásár programsorozata november 26-án. Az esemény sorozatot a Zsolnai Örökségkezelő szervezésében élvezhetik a pécsiek és a Baranyai megyeszékhelyre látogatók. Legkülönlegesebb és legpécsibb attrakció az az adventi épületfestő gyerekrajzpályázat volt, amire a tavalyihoz képest több mint dupla annyi gyerek pályázott, több mint 2600 alkotás érkezett hozzánk. Így egészen biztos, hogy csodaszép gyerekrajzok fogják majd a Pécs főterén álló csámit díszíteni, de ha már fényfestés, akkor nem csak gyerekrajzok fognak itt fényköntöst adni az épületeknek, ugyanis a csámi homlokzatán egy profi fényfestőcsapat is egy hétről hétre folyamatosan alakuló és fejlődő mozgó fényalkotást fog varázsolni, valamint újdonságként most először a Városháza épülete is fényfestést fog kapni. Így nézett ki a pécsi Városháza naplemente után a fényfestésben. A pécsi főtéren a kézművesárusok és a vendéglátósok mellett felnőtteknek és gyerekeknek szóló zenei, illetve meseprogramokkal is várják az érdeklődőket a 10. adventi vásáron Pécsen.